Csökkent itthon az üzemanyagok ára, a kormány ugyanis lejjebb vitte a jövedéki adó mértékét, így mától a benzin 5, a gázolaj pedig 10 forinttal olcsóbb literenként. A döntés kiszámíthatóságot hoz mind a családoknak, mind a vállalkozásoknak, ez pedig a magyar gazdaság teljesítményén is meglátszik. A benzinkútról jön áruval teli furgonjával Hudvágner Gábor kiskereskedő. Szerdán akar tankolni, de úgy döntött, vár egy napot. Azzal ugyanis, hogy most csütörtökön csökkentek az üzemanyag árak, sokat tudott spórolni. A nemes vámosi vállalkozót nagyon érzékenyen érintik az árváltozások, hiszen ha drágul a benzin, a gázolaj, akkor megugranak a kiadásai. Ráadásul emelkednek azoknak a termékeknek az ára is, amit a nagykereskedőktől szerez be. Így aztán ő is kénytelen emelni. Így volt ez tavaly is. 5-20%-ig voltak áremelkedéseink. Ugye az idén szerintem, hogyha most csökkennek az árak, akkor szerintem a nagykereskedők is csökkenteni fogják az árakat, akkor mi is csökkenteni fogjuk egyértelműen. Pörög a számláló, pörögnek az árak, most éppen lefelé. Folyamatosan jöttek az autósok az egyik fővárosi töltőállomásra. A benzinkutasok szerint egy nappal korábban voltak olyan időszakok napközben, amikor senki nem volt. Igaz, mára a benzin 5, a gázolaj 10 forinttal lett olcsóbb azzal, hogy a kormány lejjebb vitte a jövedéki adó mértékét. A grafikán jól látszik, milyen hektikusan változtak az árak a közelmúltban. A benzin ára például egy éve jóval 300 forint alatt volt. Idén márciusra viszont a 430 forintot is elérte. A gázolajnál is hatalmas volt az emelkedés mértéke egy év alatt. Elemzők szerint az üzemanyag az a termék, amelynek ha emelkedik az ára, és ha az tartósnak bizonyul, akkor nő az infláció, és szinte minden más árucikk megdrágul. Bárminek az ára növekszik, amit szállítani kell, vagy amihez valamilyen alapanyagot szállítani kell. Természetesen, hogyha az üzemanyagár nő, ez azt is jelenti, hogy drágább lesz a termelés, illetve a magasabb infláció rontja a reálbérek értékét. Tehát az a jó a gazdaságnak, a magyar gazdaságnak, hogyha az üzemanyagárak nem olyan magasak. A kormány az Európai Unióban egyedülálló megoldással fékezni tudja az üzemanyagok drágulását itthon. Ennek lényege, hogyha a kőolaj világpiaci ára negyedéves átlagban meghaladja az 50 dollárt hordonként, akkor nálunk 5 forinttal csökken a benzin, 10 forinttal a gázolaj ára. Ellenkező esetben, ha a világpiaci ár 50 dollár alá süllyed, akkor nálunk növekszik a jövedéki adó mértéke. Ez az adómértékrendszer kifejezetten védi a fogyasztókat a drasztikus áremelkedéstől, hiszen a magasabb adómérték csak akkor van érvényben, amikor a nettó árak alacsonyak. Magas kőolajpiaci árak esetében, ami a utóbbi pár hónap vagy negyed évben tapasztalható volt, pedig csökkenni fog az adónak a mértéke, és ez látható most április 1-től is a benzinkutakon. Szakértők számításai szerint a kordában tartott üzemanyagárak 1% ponttal javíthatják a magyar gazdaság teljesítményét, hiszen az alacsony benzin és gázolajár csökkenti az inflációt, így a cégeknek több pénzük marad beruházásokra.